Köszöntöm Önöket, a mai műsorban lesz szó új színházi darabról, a helyes légzésről és egy országos zongoraversenyről is. Most azonban a Víz Világnapja előfutárai leszünk vendégemmel, Csorbák Erikával, aki a Felső-Tisza vidéki igazgatóság osztályvezetője, és már itt ül velem szemben. Szia! Üdvözlöm a tévénézőket, szia Vivian! Jó hír, hogy hamarosan itt van a Víz Világnapja, viszont jócskán megelőztük azért a világnapot, hiszen március vége felé lesz ez a csodadátum. A csodadátum pontosan március 22, de mi már januárban elkezdtük az előkészületeket, mert rengeteg programot terveztünk a Víz Világnapjának a megünneplésére, hiszen az ENSZ elhatározta 1994-ben, hogy a víz valamilyen fontos tulajdonságának szenteli ezt a neves napot, és az elmúlt években különböző szlogenek keretében emlékeztünk meg a víz fontosabb tulajdonságairól. Ebben az évben a szlogen vízek és mesterségek. A vizekhez tartozó fűződő mesterségeket fogjátok bemutatni akkor majd? A program kapcsán bemutatunk régi vízügyi mesterségeket és új vízügyi mesterségeket. Ennek a szintere lesz időrendi sorrendben haladva március 19-én szombaton a Vízvilágnapi futóversenyünk, amelynek kezdeményezése az elmúlt évben indult gátőrfutás címmel. Akkor a mi rendezvényünk akkora sikert aratott, hogy már többen megkérdezték az év elején, hogy csináltok újra futóversenyt? Persze, hogy csinálunk, hiszen a vízügyi igazgatóságnak több futója van, futócsapatunk is van, és eldöntöttük, hogy mi ebből hagyományt teremtünk, és ez évben újra kivonulunk a tiszabelceli töltésre, és az ez évben 120. évfordulóját ünneplő tiszabelceli szivattyú teleptől indítjuk ismét a futamunkat. Van egy jó hír amúgy, bocsánat, ezzel kapcsolatban, hogy ott a helyszínen is lehet nevezni, és nem feltétlenül csak a vízügyi ágazatban dolgozó szakemberek nevezhetnek erre a megmérettetésre, hanem akár ön is, kedves néző, és variálni lehet amúgy a távokat, mert nem feltétlen kell maratonistának lenni ahhoz, hogy valaki bemerjen nevezni erre a megmérettetésre. Milyen feltételeknek kell eleget tenni, hogy esetleg valaki jelentkezzen, hogyan lehet jelentkezni, és milyen távok vannak majd ezen a megmérettetésen, versenyen? A futóversenyre az igazgatóság egy e-mail címet készített, ez a futóverseny@fetivizik.hu. Ezen lehet nevezni, ezen az oldalon. Itt kérjük szépen a nevezéseket olyan szinten, hogy név, születési dátum, és hogy melyik távra szeretne nevezni. A távok ez évben 9:30-kor egy gyerekfutammal indul, egy 500 méteres gyerekfutammal a verseny, hiszen a tavalyi tapasztalatok alapján sokan igényeltek, hogy kisgyerekekkel is szeretnének megmérettetni, és a vizes szakmát már az anyatejjel kell kezdeni, tehát egy kis ovis és egy iskolás nagy örömmel fut a gyönyörű tiszabelceli töltés tetején, bal oldalon a Tisza folyót látja, jobb oldalon pedig a gyönyörűen lekaszált zöldellő töltést és a szántóföldeket, és a új generációs szivattyútelepünket is, ami a közelmúltban lett felújítva. Igen, és következő táva 3,2 km. Az a zöld jelzést kapta. Igen, 7,2 km a kék, 10 km pedig a piros. Természetesen nem csak futni fognak itt a kedves vendégek, és nem csak a vízügyesek, hanem itt kapcsolt rendezvényünk is van. Szeretnénk bemutatni, reprezentálni a vízügyi ágazat munkatársainak a tevékenységét. Itt bemutatjuk egy kis időszaki kiállítással a régi és az új vízügyi szakmát, vízügyi mesterségeket,
tárlatvezetést tartunk a Szivattyú telepen, szóval fantasztikus lesz. És akkor tényleg így kapcsolódik az ENSZ-es kitűzött célmondatnak, jelmondatnak, ugye a Feti vízig is ehhez az egész világnaphoz, hogy a mesterségeket bemutatja, de az idő szűke miatt ne feltétlen csak erről beszéljünk, hogy futóverseny, mesterségek, hanem vannak fontos időpontok, határidők. Lényegében az egyik az már holnap lesz, március 12-e. Milyen határidő ez, és egyáltalán miért fontos számotokra? Már januárban meghirdettünk szakmai pályázatot és rajzpályázatot, és a szakmai pályázatnak a leadási határideje lesz, amit a középiskolásoktól várunk, három témakörben, különböző címekkel, szintén a vízügyes szakmának a ismertetését várjuk a pályázóktól március 12-ig. Itt legalább, vagy leginkább az éviszes diákok szokták magukat aktivizálni, vagy azért vannak más iskolákból is jelentkezők? Leginkább az évészesek, de örömmel mondhatom, hogy egyre több középiskola indul a pályázatainkon, és nem mindig az évészesek nyernek, bár hozzá kell tennem, hogy az évészből nagyon szép munkák jönnek már évtizedek óta. Igen, mert már több mint 20 éve folyik nálunk ez a pályázati rendszer. Igen, és még van egy nagyon-nagyon népszerű pályázatunk, ez a rajzpályázat, amit ovisoknak, kisiskolásoknak, nagyobb iskolásoknak írtunk ki. Ennek a beadási határideje március 18-a. Nagyon-nagyon várjuk a pályázatokat, már sok pályázat érkezett, és gyönyörűek. És egy percünk van még arra, hogy kicsit komolyabb rendezvényekről is szóljunk, hiszen van egy csodaszép meghívó a kezedben, amely sok minden információt és pontot tartalmaz. Mik a legfontosabbak? A legfontosabb március 23-án a megyeházán tartjuk a megyei ünnepségünket, ahol neves szakmai előadók előadását hallgatjuk meg, a vízügytörténet és az új vízügyes fejlesztések témakörében. És még ne felejtsük el, hogy március 22-én a Nyírségvíz ZRT-vel várunk minden kedves érdeklődőt a víztoronyhoz. Na, hát ott mindig jó hangulat szokta várni az érdeklődőket, úgyhogy remélem most is jó idő lesz majd aznap, és is sokan fognak kilátogatni. Meg hát főleg erre a futóversenyre, amely március 19-én jövő héten szombaton lesz, és még ott a helyszínen is lehet nevezni, és itt mutogatta nekem Erika az előbb, hogy a Kölcsei Televízió is szponzorálja a rendezvényt, úgyhogy még lehet, hogy én is fogok futni egyet a kollégákkal, ki tudja, bármi megeshet. Szerintem. Várunk szeretettel, amikor eldördül a start pisztoly, amelyet Bodnár Gáspár igazgató úr fog is elsütni. Igen, hát ez külön öröm lenne akkor tényleg. Lehet, hogy megbeszélem vele, hogy esetleg én süssem el a pisztolyt, mert így még nem csináltam ilyet, és szerintem simán meg lehetne amúgy győzni igazgató urat. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és arra kérlek, hogy maradj még velünk, mert készítettünk egy bejátszást, ugyanis a Nyíregyházi Móri Zsigmond Színház már másodszor tűzte műsorára a Bála Savoyban című operettet. Országszerte az elmúlt több mint 60 évben nagy sikerrel játszották ezt a darabot, így a 20 évvel ezelőtti előadás is sikeres volt a megyeszékhelyen. Hasonlókra számítanak most is. A rendezővel Novák Eszterrel beszélgettünk. A mű maga nincs újra gondolva, amiben esetleg újdonság, hogy az én legjobb tudomásom vagy kutatásaim szerint a klasszikus első felvonás és második felvonás végi nagy finálékat nem nagyon szokták Magyarországon játszani, elég bonyolult a zenei szövet, és én ezek nagyon fontosak dramaturgiailag is, meg zeneileg is minden operetben, és mi ezt itt most Nyíregyházán megcsináltuk Bóbis László koreográfus és a fantasztikus színészekkel és táncosokkal együtt, és szerintem ez nagy dolog, ez nagy élmény lesz, én úgy gondolom a nézőknek is, és én úgy látom, hogy az ős bemutató óta nem nagyon használták ezeket a finálékat, csak Németországban, ahol ugye nagy sikerrel játsszák Ábrahám Pált mindenütt. Fiatalok játsszák a főszerepeket, el lehet hinni nekik, hogy szerelmesek egymásba, ez nagyszerű dolog, nagyon jók a koreográfiák, arról azért beszélhetek, mert azt nem én csináltam, hanem ott ugye együtt dolgoztuk nyilván az én elképzeléseim szerint, de a Bóbis László a step világbajnok, és nagyszerű a korszaknak, a 20-as, 30-as évek korszakának nagy ismerője. Hát igyekeztünk egy szerethető, szép történetet
csinálni. Még talán azt kell elmondanom, hogy úgy tudom, hogy a Csárdás királynő óta, ami 2007-ben volt talán, ekkor a zenekar nem ült a Nyíregyházi árokba, 16 zenész játszik és csodálatosan szól, és én szerintem én ennek is rettentően örülök. Tehát ez nagyon nagy öröm, mert azért most már nagyon sok színház csinálja, hogy anyagi okok miatt, meg minden miatt kisebb felállásokkal vagy alapokkal dolgozik, és szerintem ez jó lesz Nyíregyházának, hogy élő zenét, igazi zenét lehet hallgatni. Szerintem ebben a műfajjal, az operettel, ha az ember komolyan veszi, már pedig mi igyekeztünk komolyan venni, akkor azért nagyon-nagyon nagyot nem lehet tévedni, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog az embereknek. Egy fantasztikusan fontos műfaj a nem csak a magyar, hanem az európai kultúrának is, minden ágát, ugye, akár a francia operett, a bécsi operett is. Hát a magyar operett az egyszerűen nagyon sokat tett le a műfaj szempontjából az asztalra, és az igazi operettek azok zeneileg komoly, a komoly zene határán igényesek. Ábrahám Pál az első olyan szerző, aki a jazz zenével beoltotta az operettet. Tehát ez egy jazz operett tulajdonképpen. Ebből ő nagyon nagy dolgot tett, mert a musicalek irányába is mozdított valamit a műfajon, tehát tulajdonképpen a korát megelőzte. Én szerintem az igényes zenét nem lehet nem élvezni. A légzés automatikus, ám mégis tanulható az, hogy hogyan lélegezzünk helyesen, erről is beszélgettek vendégeimmel. Itt van a stúdióban dr. Szim Katalin orvos és Horváth Réka színésznő. Szervusztok! Szia! Hát először a szakembert kérdezem, Réka, hogyha megengeded. Katalin már sokszor volt nekem vendégem, és nagyon sokszor elmondtuk rólad veled kapcsolatosan, hogy igenis foglalkozol a légzéssel, hiszen többek között Sóbarlangban is találkoztunk már, és ugye ott is mennyire fontos, hogy az ember megfelelően vegye azt a bizonyos egészségesebb levegőt. Mi az alapja a helyes légzésnek, hiszen mindenfélét lehet hallani, hogy mondjuk a helyes légzéssel akár fogyni is lehet, meg hát egészségesebbek is leszünk, azért így alapozzuk meg ezt a beszélgetést. Igen, valóban a légúti betegségeknél nagyon látványos eredményt hoz, hogyha a légzésre elkezdünk odafigyelni. Elgondolkodtató adatként csak annyit, hogy több mint 10 000 liter levegőt veszünk be egyetlen egy nap leforgása alatt, és ez nyugalmi légzésre vonatkozik. Ez egy igazi nagy üzem. A légzésnek az a lényege, hogy a sejtjeink megkapják a megfelelő oxigént. Minden sejtünk, és rengeteg sejtünk van, nagyon-nagyon sok milliárd sejtünk. Körülbelül 6-12 milliárd sejtünk van. És nagyon-nagyon egyszerű az elv. Általában azzal szoktunk foglalkozni orvosilag, talán ismerik a nézők is, fölteszik az ujjunkra a kis műszert, hogy mennyi az oxigén telítettség a vérünkben, tehát ez a szaturációs adat. És emellett ugyanúgy fontos, hogy mennyi a széndioxid szint is, tehát az oxigén és a széndioxid helyes arányát fogjuk tudni tulajdonképpen beállítani a szervezetünkben, és valóban igaz, hogyha ez a helyes arány megvan, az oxigénnek a másik párja a széndioxid, akkor a savbázis háztartás is helyreáll, az a bizonyos elsavasodás az megszűnik, hiszen az elsavasodásnak sem elsősorban a táplálkozás az oka, hanem valóban az, hogy
a légzésünk nem megfelelő. Na, akkor tegyük ezt helyre. Vannak különböző tanfolyamok, többek között például egy Butejkú tanfolyam vagy terápia, ki hogy nevezi, amely igenis meg tud tanítani minket helyesen lélegezni. Te már rengeteg ilyen terápián vagy tanfolyamon voltál, szakemberként én, tehát furcsálom azt, hogy egy szakember miért megy ennyi tanfolyamra, és miért megy el újból és újból, hogy mi az a plusz, amit te ott tanulsz, a testtartás, vagy bármi ilyesmi. Mesélj erről, kérlek. Én nem vagyok egy könnyű ember, nem vagyok egy könnyen meggyőzhető ember. Én igazából annak hiszek, amit megtapasztalok. Első tanfolyam az számomra döbbenetes volt, a saját élményeket átélni. Utána viszont az az izgalmas, hogy mennyi, úgymond, gyógyulást látok csupán azáltal, hogy a légzésünkre megfelelően odafigyelünk. Megtanulunk helyesen lélegezni alvás közben, beszéd közben, testmozgás közben. És hát ugyan a sóbarlangban idézőjelben majdnem mindegy, hogy lélegzünk, hiszen te is mondtad, hogy ott tiszta és sós a levegő. De nem élhetünk folyton sóbarlangban, meg kell tanulni, ott kint is lélegezni. Számomra az a döbbenetes, hogy látom a tanfolyam alatt, hogy az emberek mennyi betegséget le tudnak tenni, mennyi gyógyszert le tudnak tenni, és az egészségnek egy új dimenziója nyílik ki. Ezek a tanfolyamok térségünkben is elérhetőek amúgy, és pont egy ilyen tanfolyam előtt várakozik még jelenleg itt a stúdióban Réka. Többek között én is mostanában foglalkozok azzal, hogy hogyan veszem a levegőt. Te ugye színésznőként, hát gondolom neked is fontos ez. Nekem például egy logopédus tanítja azt, hogy hogyan vegyem helyesen a levegőt, hogy próbáljak a rekeszizomra figyelni, nem feltétlenül a mellkasom és a vállam emelkedjen, miközben veszem a levegőt. Rengeteg gyakorlat van. Itt ezért másabb ez a dolog, biztos ilyenek is vannak, de neked miért olyan fontos a helyes légzés a te életedben? Nekem azért nagyon fontos, mert én asztmás lettem. És amikor az ember asztmás lesz, akkor ugye végigjárja a hagyományos utat, elmegy a tüdőgyógyászhoz, kap gyógyszereket, és érzi, hogy időről időre egy kicsit jobb, és aztán megint rosszabb. És amikor Kittivel találkoztam, én Kittinek nevezem Katalint, akkor ő elkezdte nekem az alapjait tanítani, hogy az orromon vegyem a levegőt, és ott is fújjam ki. Hát ez nekem nagyon nehéz volt, mert én éjszaka is hatalmas nagy nyitott szájjal alszom, így ki is szárad a szám, szóval... És már az, hogy erre kezdtem figyelni, attól már kezdtem sokkal jobban lenni. Nagyon sok embert láttam, aki elvégezte ezt a tanfolyamot, többek között a bátyám és a felesége is, aki nagyon komoly COPD-s. Úgy jól mondom? Így van, tökéletes. És, egyébként orvos kolléganő, tehát tisztában van a dolgokkal. És azt láttam, hogy 3 hónap alatt 70%-kal jobb állapotba került, és így rakja le a gyógyszert. Tehát, hogy sokkal kevesebb szteroid, sokkal kevesebb hosszú távú hörgőtágító. Hát nyilván engem ez nagyon inspirál. És az én szakmám is egy beszédes szakma, úgyhogy különösen ki vagyok téve ennek. Ráadásul keveset beszélnek a Butejkónak arról a részéről, amit egyébként a honlapon lehet elolvasni, hogy ez nagyon sokat segít abban is, hogy tulajdonképpen ez egy relaxáció is egyben a légzésen keresztül, ami szintén nagyon-nagyon fontos a mai világban, nem, hogy... Hogy a lelkünk is. Igen, hogy kiegyensúlyozott legyen, nem csak a légzésünk, hanem a lelkünk is. Jaj, milyen jó ez a végszó, hogy erről is tudtunk egy gondolatot így beszélgetni, hiszen tényleg ez a 7 perc rémesen rövid idő egy ilyen jellegű téma kifejtésére. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és megpróbálom helyesen lélegezve elmondani a következő mondatot már a nézőknek, hogy női írók beszélgettek nőnap alkalmából a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban, szerkesztő kollégánk Nagy Bogi a rendezvényen többek között Karafiát Orsolyával is beszélgetett. Nőnapi zenés irodalmi délutánt szervezett a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár. Az eseményre több helyi és országosan is ismert kortárs írót és költőt hívtak a szervezők. Gerlicki András vendége volt Karafiát Orsolya, Falcsik Mari, Hajdan Vali, Nagy Zsuka és Ferenczik Adrián.
Velük aktualitásokról, jelenlegi műveikről és terveikről is beszélgettek. Ennek kapcsán több a közönség által eddig még nem ismert részletet olvastak fel készülő alkotásaikból. Úgy gondoltuk, hogy velük tudunk kedveskedni a női társainknak, hiszen a költészetük és irodalmuk eléggé közismert, főleg itt a helyi írók, költők körében. Ismert például a Ferencik Adrien, mint írónő, de hát Karafiát Orsinak pedig szerintem senkinek nem kell bemutatni, hiszen ő egy közkedvelt írónő, ezért választottuk őt. A délután talán legismertebb vendége Karafiát Orsolya volt. Író, költő, szerkesztő és riporter, de blogot is ír. Kérdésünkre, hogy inkább író nőnek vagy női írónak tartja magát, így reagált. Mármint, hogy női írók vagy írónők vagyok-e? Én nem tudom, én alapvetően nem tartom magam, nem az, hogy nőnek, de női írónak vagy írónőnek, inkább egyszerűen csak írónak, de mindent elfogadok. Hát nőnapon, ha engem hívnak meg, mint női író, vagy hát egyike vagyok a meghívottaknak, akkor ezt örömmel vállalom, akkor inkább női író vagyok. Én mindent, amit csinálok, eléggé magaménak érzem, de hogyha nagyon zsigeri dologról van szó, akkor a versírás az, amiről semmiképp nem tudnék lemondani. De ugyanígy vagyok a prózával is, tehát, hogy most éppen egy regényt írok, abba vagyok benne, és csak az tölti ki a gondolataimat, és ilyenkor meg azt érzem, hogy az a legfontosabb. Most már a jó részével megvagyok. Ez egy regény lesz, egyfelől egy család története, másfelől a női alkoholizmus egy új szemszögből való ábrázolására törekszem benne. Saját élmény is van benne, nekem minden könyvemben van saját élmény is, de azért ez nem egy ilyen önvallomás lesz, hogy Orsika hogyan jött ki a gödörből, tehát hogy ez annyira nem érdekel. Inkább így a nagyon sok interjút készítettem a könyvhöz, nagyon sokat utána olvastam, meg nyilván a saját terápiám is adott elég muníciót ahhoz, hogy ezzel, hogy ezzel tudjak foglalkozni, vagy erről szerintem érvényeset tudjak mondani. Első verses kötetét még 1999-ben adta ki, azóta 3 könyve és további 3 kötete is megjelent. Legutóbbi az Él címet kapta. Verseiben nagy hangsúlyt kapott a szorongás, a magány és a nőiesség is. Többek között erről is beszélt Nyíregyházán. Ahogy múlik az idő, kétféle típus van, vagy aki egyre, hogy mondják ezt, kihegyezettebb, levágottabb, keményebb lesz, vagy az olyan, mint én, aki végül is, ha már meglátok egy verebet, már sírva fakadok, mert eszembe jut minden léttragédia, amiért. Tehát, hogy ez a két út van, de hogy mind a kettő voltak éppen arra irányul, hogy valahogy megtartsuk magunkat. És én szerintem ezért is... Tehát ezért is nagyon fontosak nekem újabban a témáim, amikkel foglalkozom, hogy mindegyik talán egy kis adalék ahhoz, hogy jobban egyben maradjunk. De ez még nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség pszichológusra vagy pszichiáterre. Ezt mindenkinek javaslom. Az írónő az elmúlt években többször is jelentkezett dalokkal. Megzenésítették verseit, 7. kötetéhez Takács Eszter közreműködésével készítettek egy klippet, amelyben Góbi Rita koreográfus táncol. Az új begyembe tüske vág, fogáncs ragad hajamba, a fájdalom az jó jelez, csak túl soká maradna. Vonal a könyvben engem nagyon hangsúlyosan megdolgoztatott a gyász, tehát a család, a barátok, vagy egyáltalán a bárki elvesztésével való foglalatoskodás, és ezekből csináltam a verseket. És hát majd mindenki nézze meg ezt a szép klippet, mert tényleg fantasztikus, nem csak azért, mert az én ötletem volt, de sokat hozzátesz. Hogy egy kortárs táncos nő mozog, de az egésznek az alapja egy szintén kortárs képzőművész nő munkája, Torma Évának a Kertben című szobra, ami úgy készült, hogy Éva nagyon ki volt borulva, ezért egy évig kivérelt egy pincét, és ott tört zúzott. És de mindig jobb, mintha otthon lettek volna. Ezért minden nap lement, és hol cserepeket, hol üdegeket, bármit apró darabokra, és utána ezekből a darabokból készített gömböket, végül a saját maga testét megformálta. És amikor én megláttam ezt a szobrot, akkor azt gondoltam, hogy te jó ég, ez én vagyok. Az a helyzet, hogy én nagyon sok dalszöveget írok, vagy amikor van felkérésem, ha csak tehetem, azt vállalom.
Igazság szerint a vers megzenésítéseket azokat nem annyira szeretem, inkább új szöveget szeretek hozzáírni, és hát én alapvetően zenei gondolkodású vagyok, és előbb születik meg bennem a vers vagy a szöveg dallama, mint maga a kész végeredmény, és hát így ez nekem egy jó játék, és alapvetően passzol a két dolog egymáshoz. Évekkel ezelőtt saját blogot indított, újságíróként rendszeresen olvashatóak interjúi, kritikái és írásai. Úgy érzi, olvasói több felületen is megtalálják vele a közös hangot. Igazság szerint ezt nem tudom, mert mindig azt érzem, hogy csak olyan dolgokkal foglalkozom, amik nekem fontosak, és úgy jön az olvasók közönség velem, hogy nekik is azok valamilyen szinten megmozgató dolgok. Tehát azt hiszem, elég érzékeny vagyok azokra a témákra, ami többeket érdekel. Főleg egyébként nőket, mert nőügyel, gyerekek ügyével, állatvédelemmel, kisebbségek helyzetével szívesen foglalkozom, amire pont így az érzékenyebb nők érzékenyek. Most ezt nagyon sokszor mondtam, tehát finoman és odafordulóan reagálnak. Nem csak témáiban kapott új szín munkássága, saját bevallása szerint alkotás közben más szempontok is módosultak. Nagyon idős barátom, sajnos ő is meghalt. Ő mondta nekem egyszer, volt egy időszakom, amikor nem sokat gondolkodtam, hanem nagyon vidáman éltem, tehát most is vidáman élek, de akkor azért vidáman voltam. És akkor ő mondta nekem, hogy író vagy, az a dolgot, hogy gondolkodj, ne csak átfolyasd magadon a dolgokat, hanem hagyd, hogy az élmények megtapadjanak, igenis foglalkozz velük, és én voltaképpen intenzíven ezt csinálom, foglalkozom az élményeimmel. Nálam a változások mindig ilyen nagy folyamatban zajlanak, mert nem is igazán érzékelem, de talán egy fokkal kiméletlenebb és nem tudom, mélyre menőbb lettem, vagy mert nem érdekel annyira se a versorok, se a próza csillogása, vagy jól befogadhatósága, úgymond idézőjelben eladhatósága, inkább az érdekel, hogy egy mellbevágó tartalom jobban kijöjjön a szövegeimben.